hogy messzívnek, mert ugye a dobolásnak van egy olyan jellege, akármilyen népet is nézünk, hogy egyrészt figyelemfelkeltő, másrészt erőgyűjtő, erőfokozó szerepe is van. És mivel hallottuk, hogy itt ma ez a bál, ennek többek között az a célja, hogy egy kis pénzgyűjtés egy bicikli útra, hogyha ezt jól tudjuk. Na, úgyhogy szeretnénk ezt az energiát felfokozni, és ráadásul egészen miniszteri szintről érkezett az ajánlás, hogy ugye a polgármester úr is dobos, és itt rögtön, ahogy beszélgettünk, valaki meg is kérdezte az elnök úr Temesvárról, hogy beveszük a zenekarba be most azonnal. Itt a dobosunk kéne, hogy fáradjon fel egy egy nagyon-nagyon egyszerű dallammal kezdenénk, úgy is említettem, hogy van zenei képzettség. Itt kérem szépen jöjjön ide, kap egy pár topperőt, és amit majd kell játszani, együtt fogjuk játszani, hogy segítek, az egy olyan dallam, hogy köszönjük szépen, akkor a Bacsonyival kezdünk, ez egy ilyen fesztivál zene bevezetőre. Szegért közalapítvány ismét egy jótékony bált szervez, dr. Temesvári Tamás alakulatúrum elnökével beszélgetünk. Mindjárt lesznek teendői, hiszen érkeznek a vendégek, de előtte egy picit beszéljünk arról, hogy mi a bál célja, mire gyűjtenek most. A bál célja ebben az esztendőben is, mint ahogy az első 10 évben arra gyűjtöttünk, a kerékpárút. Kerékpárutat szeretnénk továbbfejleszteni, tovább építeni, mégpedig elképzelésünk szerint a főtértől a Vasút utcáig tartó szakasza a Széchenyi sugárútnak. Ezt szeretnénk, elég frekventált helyen van, elég sok problémát okozott a jármű közlekedés szempontjából a kerékpáros közlekedés, és ezen szeretnénk segíteni avval, hogy egy kerékpárutat kialakítanánk.
Gondolom, hogy ennek azért több milliós a költsége, tehát ez a mai bál reményeink szerint azért a kezdőtőkét ehhez elindítja, de biztos, hogy kell még azért mást is, pályázatokat és egyéb támogatókat is megnyerni az ügynek. Pontosan így van. Mindenképpen pályázatnyerése szükséges ehhez, mert mi a tervezési szintnél többet nem igen tudunk finanszírozni ebből. Nyilván addig tudunk mi is nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. Azt azért tudjuk az Karcegérköz Alapítványról, hogy a városban az elmúlt években azért több millió forint valósulhatott, meg legutóbb a főtér rekonstrukciónál volt segítségére a városnak az alapítvány. Aki szeretné esetleg támogatni ezt a célt, az megteheti? Természetesen. Számlaszámunk van, átutalhatják bárki a pénzt, de személyesen is, de átutalással szeretnénk azért inkább, ha támogatót találunk és nyerünk bárki részéről. Igen, a főtér felújításában is részt vettünk, de talán egy nagy volumenű és látványos beruházásunk, finanszírozásunk volt a szabadtéri színpad megvásárlása és elhelyezése a város érdekében. Így egy komoly bérleti költségtől mentettük meg a várost, ami körülbelül 2 millió forint volt évente, ez most így ingyenes lesz. Egy korábbi bálnak a bevételéből szépült meg ez a szép terem is, ahol most vagyunk, hiszen a Dérinének a második emeleti díszelmét is támogatták egykoron. Igen, így van, ezt is támogattuk, a parketta cserét, a felújítását, lakkozását, de ha már ennél a teremnél tartunk, a légkondicionáló berendezésnek a finanszírozás is mi a nevünkhöz fűződik. Hát én akkor azt kívánom, hogy legyenek majd nagyon sokan, és mindenki vegyen sok-sok tombolát, hiszen a tombola bevételéből is el lehet kezdeni az alapokat a gyűjtögetéshez. Igen, természetesen minél több vendég jön, annál jobb nekünk a bevételünk. A tombola tárgy szintén hozzásegít ehhez, és egyáltalán lesznek olyan személyek és társadalmi szervezetek, akik adományokat küldtek számunkra már, nem tárgyi adományokat, hanem anyagi segítséget. Akkor mondhatjuk azt, hogy már a bál elérte a célját, hiszen megmozdul a város. Én jó szórakozást kívánok, és sok-sok pénzt a mai estére. Köszönöm szépen, én is hasonló jókat kívánok a Karcag Televízió nézőinek, és várjuk a támogatást szeretettel. A következő dal, az az első hagyományos japán dal, amit mi akkor betanulunk, ugye 2000-ben elsőként alakuló zenekarunk Magyarországon, a Kelet-Közép-Európában. Ezek vagyunk mi az első magyarországi japán dal csoport, és most emiatt az első dal következik, amit annól játszottunk, a Kanayama Jinbaiko. Thank you.
Otto Fazekas Sándor fölmérési miniszter úr idejében, még amikor Galcagváros polgármestere volt, akkor indult el az első közéleti bál, azóta már most a sokadikat tartjuk. Jó kezdeményezésnek indult ez Hajdan. Most is nagyon jó kezdeményezés, hiszen a Karcegért közalapítvány bálja tulajdonképpen a közéleti bál, ahol mindig valamilyen jótékony célra történik a gyűjtés. Mindig valami olyan célra, ami a város számára hasznos. Így korábban például a Dérininek a hűtésére gyűjtöttek a bálozók, most pedig a kerékpárútra, hiszen a Karcegon fontos, hogy a belterületen is folytatódjanak a kerékpárútak. Jól tudjuk, hogy a utcák, a kivezető utcák azok már kerékpárúttal el vannak látva, de fontos lenne, hogy a belváros balesetmentesen tudjuk közlekedni biciklivel, akár ki, akár befelé. Én is azért vagyok itt, hogy ezt a nemes cél támogasson. Az előbb már Temesvári Tamással beszéltünk, és mondta, hogy sok olyan támogatási ígérete van, ami nem csak ehhez a mai naphoz kötődik, hanem anyagilag is többen jelezték, hogy támogatni fogják ezt a célt. Ilyenkor azért mindig vannak bőkező adakozók, hoznak tombolatárgyakat, a tombolából is van bevétel, és olyan vállalkozások, amelyek például az ipari parkba települtek, jelentős összegeket szoktak felajánlani, illetve karcegi vállalkozók is. Ez egy szép összefogás, és arra buzdítok mindenkit, hogy akár a bál kapcsán, akár későbbi alkalmakkor a egyesületnek, illetve az alapítványnak a számlájára juttasson el adományt, jó helyre fog kerülni, és az alapítvány mindig be is számol arról, hogy milyen célokat sikerült megvalósítani, mint a városháza felújításához való hozzájárulástól kezdve a korábbi kerékpárutak finanszírozásaig a legkülönbözőbb jó célokat sikerült megvalósítani az elmúlt években. Azt gondolom, hogy ezzel Karcag elől is jár, hiszen itt a környező településeken hasonló ilyen alapítvány, ami ennyi mindent megvalósított saját forrásból, nem nagyon van. Példát is kell mutatnunk a többi település, városok és falvak számára, hiszen Karcag hagyományosan is a nagykunság központja, most járási székhely már egy pár év óta, itt komoly hivatalok vannak és komoly fejlesztések. És egy olyan közélet, amely azt hiszem, hogy önmagában egy nagy érték, hiszen egy összetartó város, egy összetartó közösség lehet csak eredményes, és Karcag szép sikereket tudott elérni az elmúlt években. Én bízom, hogy ezáltal a bálnáltal is erősödik az összetartó helyi társadalom, amely mindig képes megújulni, és képes arra, hogy a város az fejlődjön. Reméljük, hogy sikeres lesz a bál, és beszámolhatunk arról hamarosan, hogy elindulhat ez a bizonyos kerékpárút a főtéren. Minden jegy elkelt, rengeteg tombolatágy van, a műsor az már hamarosan megkezdődik, úgyhogy minden feltétel adott. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszönöm, hogy bemutatni a tagokat. Tagokunk Elcsén, a zenekarunknak a művészeti vezetője. Nagyon sok dal írta a zenekarnak, és a zenekarnak is bemutatni, mert a következő dal az ő szerzeménye, pedig Vastag Gábor. Szintén írta a zenekarnak. Tehát csökkentett felállásban vagyunk itt, mert nekünk ezt tesszük fel. A múlt hét végén volt három nagy koncertünk Budapesten, hát nagy, hát mit nevezünk nagynak, ugye? Minden esetben nagyon elfáradtunk, és úgy alakult, hogy hárman tudtunk eljönni, és készen is állunk a következő pályára. Igaz? Akkor következik a Csúszányá. Úgy kell elképzelni, ez a tajko, ez egy japán dobstílus. A gyökerei nagyon régen nyúlnak vissza, de az, hogy színpadi műfaj, amit nők, gyerekek is játszhatnak a férfiakkal együtt, ez az 1950-es évek óta van. És egyébként pedig egy ilyen nagyon hagyományos ízű dolog ez, és az a következő dal, ez egy ilyen nagyon hagyományosan fesztivál jellegű, ünnepség jellegű dal, amit minden résztvevő játszik. Thank you.
ipariparban nemrég átadott beruházás egyik vezetőjével, Pucel Tamással beszélgettünk. Nem tudom, hogy volt-e már 2 évvel ezelőtt a közéleti váron? Igen, voltam 2 évvel ezelőtt, és nagyon tetszett. Én Kecskeméten lakom, Albertisen és Pesten van üzemünk, és ez az új karcagi üzem a cégcsoportunk egyik büszkesége, és nagyon szívesen jöttem el ide erre a karcagi közéleti bárra. És most másodszorra vagyok itt ezen a bálon. Azt tudjuk önökről, mint cégről, hogy azért szeretik támogatni azt a várost is, ahol vannak. Nem szeretnék öntől most semmit kicsikarni, semmiféle olyan ígéretet, amit nem fog támogatni, vagy elmondani, de gondolom, hogy a tombola vásárlásával esetleg nagyobb összeggel erről tudunk-e valamit? Konkrét összeget nem szeretnék mondani, de a maga rendezvényt is támogatjuk, természetesen tombolánt is jelentős összeggel. Nem támogatni, nem fogunk vásárolni. 2 évvel ezelőtt is támogattuk a rendezvényt, idén is támogatni fogjuk. Nem tudom, hogy ahol lakik, van-e ilyen, hogy így gyűjtenek össze nemes célokra különböző összegeket, és így valósulnak meg beruházások. Őszintén mondom, Kecskeméten én kevésbé szoktam bárba járni, és a Pesten van a másik vállalkozásunk, hogy ugye buszesz. Elég ritka, hogy ilyen nemes célra gyűjtenek egy rendezvényen belül. Ide szívesen jövök, és itt szívesen adakozunk ilyen. Többször találkoztunk, már többször beszéltünk. Én úgy érzem, hogy ön lassan kezd egy kicsit karcagi is lenni. Igen, igaz. Sőt, több barátom is itt Karcagon, aki most már karcagi polgár, előtte cegléri volt, többek között a Zsolt barátom, aki a rendezvénynek a szervezője. Ez is közre játszik, hogy nagyon szívesen jövök ide Karcagra mindig. A jövőben a vállalkozás miatt is egyre gyakrabban kell majd ide járnom, és mindig szívesen veszünk részt ilyen rendezvényen, mint a mostani bál. Köszönjük szépen, és érezze jól magát, és akkor reméljük, hogy a főnyeremény is hozzájárul majd ahhoz, hogy még jobban érezze az est végén magát. De nagyon szépen köszönöm, és én is remélem. Köszönjük szépen, a következő dal szintén a Kétinek a szerzeménye, a Ryuji Taeko címet viseli. A Ryuji Japánban a sárkány isten, és hát szerintem nagyon hamar ki fog derülni, hogy miért kapta ez a dal ezt a címet. Elég törgedelmes, de sikerül nekünk, hogy thank you.
Dr. Székely Istvánnal beszélgetünk, akit az ipari parkból már nagyon sokan ismernek, a karcagiak is. Nem először találkozunk, már fontosnak tartotta, hogy részt vegyen ezen a mai bálon, és egyetért a céllal, amiért gyűjtenek? Természetesen, hiszen most már majdnem karcagiként is nagyon szívesen veszek részt az ilyen rendezvényeken, hiszen itt összehozza az embereket, nem csak a munka, meg a kötelesség, hanem a szeretete és együttlét. És egy ilyen alkalom, ez csodálatos lehetőség arra, hogy kötöttebb formában cseréljünk gondolatokat, és kötöttebb formában gondolkodjunk arról, hogy ez a rendezvény milyen csodálatos célokat szolgál, hogy ez a közéleti bálnak olyan céljai vannak, amelyet az alapítvány a város fejlesztésére, olyan fejlesztésekre próbál a bevételekből fordítani, amely nem biztos, hogy ez nélkül az alapítvány nélkül létrejöhetett volna. Ön azért több városban is megfordult, több helyen vannak a cég érdekeltségei. Máshol is jellemző, hogy így összefognak ilyen civil összefogással, és sikerül azért nagy álmokat is megvalósítani? Igen, hála Istennek a civil szféra egyre inkább észrevéteti magát. Több más helyen is vannak rendezvények. Mi Budapesten a 11. kerületben veszünk részt hasonló rendezvényen, de az ország sok pontján vannak olyan civil szerveződések, ahol helyi célokat próbálnak megfogalmazni, és a helyi célokat közösségi szórakoztatási formában is megpróbálják úgy összehangolni, hogy aki ad, az jó érzéssel adhasson, és utána láthassa annak az eredményét, amiért ez az alapítvány, azaz a civil összefogás létrejött. Öntől sem szeretnék konkrét összeget kérdezni, vagy rákérdezni, de gondolom, hogy azért tombola vásárlással és egyéb adományokkal most is számíthat az alapítvány önre és a cégére. Természetesen, hiszen ugye nem a hivatalosan meghirdetett belépő díj összeget utaltuk át, hanem lényegesen nagyobb összegeket, mert megértettük, hogy milyen célokra szeretné az alapítvány fordítani ezeket a forrásokat. És hát nem csak mi, mint a saját családi cégünk, hanem itt a karcagipari park befektetőit is arra buzdítottam, hogy adakozzanak és támogassák ezt a rendezvényt, hiszen itt a szórakozás mellett nagyon komoly célokat kell ebből a forrásból megvalósítani. Akkor én azt gondolom, mondhatom azt a karcagiak nevében, hogy köszönjük önöknek már ezt a támogatást is, érezzék jól magukat, és akkor még sok hasonló rendezvényen találkozzunk. Én is nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és azoknak is, akik nincsenek itt, hiszen ez karcagon egy nagyon komoly társadalmi megmozdulás. Köszönöm. Továbbra is arra biztatom a karcagiakat, hogy ezek a megmozdulásokon vegyenek részt, nem csak ezen, hanem sok más egyéb civil szerveződés is. Nagyon sokat lendíthet itt a karcag és a karcag környékén élőknek a életlehetőségeim. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget! Igen, mert ez egy határeset, szóval van, aki szereti a dolgot, van, aki tűri a dolgot, és van, aki nem tűri a dolgot. És sose lehet tűri, hogy ilyen helyzetben, amikor a kifejezetben, amikor is elműtve jönnek, akkor ezt hogy eszik magát, de most jön mindenki. Reméljük, nem csak az utalom véget, úgyhogy... Na, hát most egy nagyon különleges ellakás megmutat következik, ez a Miaké című szerzemény. Egyébként pedig azt kell tudni, hogy Miaké az egy sziget, Japán sziget tartomány, és sziget is egyben, így a Japán belül. És ott van neki egy különleges ütésmód, egy saját dallam, a gyakorlatilag a sziget egy dallam világa, és egy ilyen fektetett dobon játszanak. Úgyhogy egy ilyet szeretnék most bemutatni, úgyhogy Pécsen és Gábor. Thank you.
Wolf Lászlóval beszélgettünk, ön is megtisztelte jelenlétével ezt a mai közéleti bánt. Fontosnak tartja, hogy támogassa ezt a kezdeményezést? Igen, fontosnak tartom, és örülök, hogy valakik ezt a kezdeményezést megcsináltak, és valaki kezdeményezte ezt az eseményt, és természetesen, hogyha egy jó cél van, az ember szívesen mellé áll és támogatja. Sokszor találkoztunk már Karcagon, azért Karcagra jó visszajönnie, gondolom mindig most is rögtön megrohanták itt az ismerősök. Jó érzés ilyenkor hazajönni? Jó érzés, hát főleg az emberek miatt jó érzés, mert sok az embernek a régi barátja, ismerőse, és hát én jól érzem magam itt, és szüleim már nem élnek, de attól függetlenül, amikor lehet, még jövök. Én azt kívánom, hogy érezze jól magát, és át is adom a barátoknak, hiszen nagyon sokan várnak őre, hogy tudjanak egy pár szót váltani. Köszönöm szépen, és örülök, hogy találkoztunk. Köszönöm, jó szórakozást! Csetetalunknak egy régi szerzeménye következik most, ha már volt a sárkány is, tehát akkor a sárkány táncot is bemutatjuk, hogy ez milyen. Majd pedig ezután talán mondjuk, hogy a világ leghíresebb, legismertebb, legnépszerűbb tanfolyamára talán fogjuk előadni a Jetlen Bajasit, tehát most következett a sárkánytánc, és utána a zárásképpen van a Jetlen Bajasit. Thank you.
ami inkább tetszett, megtűnt volt ez itt most, és ha esetleg nagyon tetszett a Facebookon, fent vagyunk kiokítól, fel van írva, nem tudom, meg lehet keresni minket, és lehet informálódni. Nagyon szívesen vállalunk fellépéseket, ez a jó tanulmány. További jó szórakozást, és köszönjük szépen! Talán magamban beszélek, de ez nem így.
így aztán mégis, ha megengedik, akkor tájékoztatom az alapítvány tevékenységre egy pár mondatban a tisztelt jelzőjöket. 1996-ban alapította a Karcagi Önkormányzat az alapítványunkat, 19 éve, jövőre lesz 20 éve, amit ha önök hozzájárulnak, akkor most egyelőre még egy személybe, de szeretném meghirdetni, hogy jövőre önökkel, veletek ugyanitt szeretnék találkozni. Az elmúlt 19 esztendő alatt elég szertágazó tevékenysége van az alapítványunknak, ebben benne van a környezetvédelemtől kezdve, közbiztonság, közrend, elősegítése, támogatása, közútfejlesztés, és értsék azt, hogy a felépárutat fejlesztés. A műemlékvédelem Karcag értékeinek védelme építészeti szempontból. Ennek megfelelően az alapítvány meglehetősen sok kérésnek tudott az elmúlt 19 esztendő alatt eleget tenni, és anyagi függvényében, anyagi lehetőségi függvényében ezt teljesítettük is. Van, amit kisebb összeggel tudtunk támogatni, van, amit teljes mértékben támogattunk. Most nem akarom igénybe venni az önök idejét teljes mértékben, de egy pár jelentősebb állomásunkat, hogy említsen önöknek. 10 éves, ha mondhatom így, projekt a Karcag-Berekfürdő kerékpárút elkészítése, amihez az alapítvány kezdettől kezdve nagy támogatást adott, úgy elméleti, mint anyagi szempontból is. Ezt 2007-ben végre sikerült realizálni, azóta úgy gondolom, hogy a Kunmadaras felé tartó Karcag és Berekfürdő közötti kerékpárút forgalma nyugodtabb lett. Miután a kerékpárosok más sávon járnak, mint az autósok, ez feltétlenül a közbiztonságot fokozza és javítja. Később folytattuk ezt a kerékpárút projektünket avval, hogy a kisőszárosi teljes hosszában a meglévő kerékpárutat hosszabbítottuk meg, Kiskorcsosi iskolától a Kutatóintézetig tartó kerékpárút szakaszsal. Később, és ez is egy fontos állomás, a Városvédő Egyesület kezdeményezésére a múzeumpark körüli kerítést építettük meg, illetve finanszírozott, nem mi építettük meg elnézést, de teljes mértékben finanszíroztuk ennek a költségeit. Ugyancsak segítettünk a városnak úgy gondolom avval, hogy a szabadtéri színpadot megépítettük, megvásároltuk, és bármikor a város rendelkezésére áll. Ez spórolás is a városnak, mert körülbelül évi 2 millió forintot költöttünk arra, költött a Déréni Művelődési Ház arra, hogy bérelte a színpadot. Na most ez megszűnt, ez végre sajátunkat tudjuk használni, bármilyen Karcagi rendezvényen. Sok támogatást adtunk és segítettünk a Déréni Művelődési Háznak konkrétan ebben a helyiségben is, ahol most vagyunk, a parketta kicserélése, felújítása, lakozása és a légkondicionáló berendezés elkészítése is a Karcagi Alapítvány finanszírozásával történt. A földszinten a színház teremnek a felújítása, a függönycsere, padozat felújítása szintén a Karcagi Alapítvány segítségével történt meg. De mondhatnám, és azt hiszem, hogy mindenképpen mondanom kell, az önkormányzat dísztermének a teljes felújítását az alapítvány finanszírozta. A padozat felújítása, az ülőhelyek, a textil munkák, ablak felújítása és a falak festése természetesen hozzátartozott ehhez. Utoljára talán még mindenképpen szeretném megemlíteni a Karcagér Alapítvány emblémának a címerének az elkészítését és finanszírozását, amit a Szökőkút és a Városháza bejárata között megtalálható színes kőkivitel formájában. A teljesség igénye nélkül még egy pár felsorolást mondanék, nem akarom önök idejét tényleg ebben nagyon rabolni, de az egyházaknak is segítséget nyújtottunk, úgy a református templomban, karzatfelújításnál, orgonavásárlásnál,
padozat fűtésénél, mint a katolikus templomnál, a padozat fűtésnél és a Szent István szobor elkészítésénél is. Most ünnepi hangulat lesz rövidesen, Karcagon is, meg mindenhol ünnepelni fogjuk a karácsonyt. A fényfüzéreket szintén a Karcagét alapítvány finanszírozta, ami majd a disztribuálását adja a városnak. Egyelőre ennyit szerettem volna erről mondani, még egy rövid mondat, vagy egy rövid pár mondat arról, hogy milyen elképzelésünk van. Szeretnénk folytatni a kerékpárutat. Ez úgy látszik, hogy kezdettől kezdve ez bennünk van, és ez motivál bennünket. Karcagon a főtértől a Vasút utcáig tartó szakaszon a Széchenyi sugárúton szeretnénk egy kerékpárút kialakítását megkezdeni. Úgy gondolom, hogy a kerékpárosok közlekedését ismerve ez nagyon indokolt ezen a szakaszon. Máskor is indokolt lenne, de minden esetre addig tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, ahogy ezt a közmondás mondja. Most pillanatilag egyelőre elmélete szeretnénk ezzel foglalkozni, de ha pályázatot nyernénk, akkor remélem, hogy megvalósul. Én a ma estéhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és köszönöm szépen a Bácskos falvai barátaimnak, és a zenekarnak a jelenlétét. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Gratulálok az elmúlt évek tevékenységéhez a Karcagért közalapítványnak. Ezek a szép eredmények, amit nap mint nap élvezhetünk, láthatunk, nem valósulhattak volna meg az önök támogatása nélkül. A közéleti bár mindenkori bálozó közösségének a támogatása nélkül, hiszen a célom a jótékonykodás az, hogy a város fejlődjön, szebb legyen, hogy legyenek fejlesztések, beruházások, kicsik és nagyok egyaránt. És ezek összefüggenek egymással, kipérzik azt, hogy szeretjük ezt a várost. Mi is, akiknek a szülőföldünk, mi, akik itt élünk, és a vendégeink is, akiket elhozunk el az alkalomra, testvérvárosainkból, az üzleti életből, az országnak egészen távoli pontjairól is. Úgyhogy én tényleg nagyon szépen köszönöm, és hát itt az előbb volt egy műsor, tulajdonképpen kidoboltattuk azt, hogy a következő feladat a belváros kerékpárút hálózatának a fejlesztés a Széchenyi sugárúton első lépésben, vagy ahol megint a pályázati lehetőség, ahhoz majd alkalmazkodunk. És én gratulálok a polgármester úrnak, aki igazán ügyesen dobolt, tényleg egy olyan képesség, amire büszke lehet, meg az is, hogy alkalmazkodott hirtelen az a meglepetéshez, ami mindenképpen kihívás volt. Szívből gratulálok, Laci, ez egy nagyszerű volt. Én az Erzsébeteknek gratulálok, még egészen közel van, még a boldog névnapot kívánok, és kellemes bálozást a mai estére. Köszönöm szépen! Most egy kívánok tisztelt Hölgyeim és a Hölgyeim, tisztelt miniszter úr, elnök úr, tisztelt jelenlévő tanúsok, szeretettel köszönjük mindenkit a mai szép estén. Tetszenek látni, hogy nem is a külön dobosnak lenni a városban. Valóban egy meglepetés volt, és hogyha elmondom azt miniszter úrnak, hogy én hátfáztam 10 évig, akkor szerintem meg fogja szerelni, hogy egy hátfáztam, hogy egy hátfáztam, csak a viszkedélyen voltam. Én is tényleg óriási meglepetés volt, remélem nagyon jól képültem el a versenyre. Szerintem ettől függető és mindenkinek jól fogjuk érezni magukat. Köszönöm elnök úrnak, hogy elmondta a alapítvány céljait és azokat az elért eredményeket, ami eddig már bekövetkezett a különböző okoskodások, gyűjtések fokán, és remélem, hogy ezután is eredményes lesz ez az egyesület, ami az egyik legfontosabb a város életében. Köszönjük miniszter úrnak, akkor még polgármester úrnak, hogy kitalálta ezt az ötletet, hogy legyen egy ilyen alapítvány, ahol lehet finanszírozni a várost, és Wolf László kérdésére közkincsét ez a porcik, hogy mit érdemes támogatni, többek között ezt az alapítványt. És nem csak a jelenléttel, hanem második alapítással is. Hiszen jelenlévő nekem van a legkönnyebb feladatom, hiszen már minden elhangzott, és nekem már az a dolog, hogy jó étvágyat kívánok mindenkinek, meg jó szórakozást is, engedjék meg egy külön tisztelettel köszönöm. Testvértelepülési Bácskos út falva delegációját. Nagyon kedvesek, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétünkkel, és egy
zenekart is bocsájtanak a rendelkezésükre a ma estére. Tisztelt jelenlévők, két héttel ezelőtt gondolom voltak rajtak kívül többen is, és tudom, hogy voltak egy más alapítványi rendezvényen, akkor a egyik intézményi parkettájáért táncoltunk, hát most nincs annyira elkapadott a parketta, de lehet rajta egy picit javítani, hogy a kopjon, és majd akkor lesz újabb célkütőzései az alapítványra. Egyelőre ez rendben van, ettől függetlenül mindenki ropja a táncot, ezzel is egy nagy lendületet adva a kedvhez ahhoz, hogy az adakozás történjen meg egyáltalán az itt léttel, a tombola jegyek megvásárlásával és egyéb más adományok megtételével. Hölgyeim és uraim, most a cél valóban egy kerékpárműnek a megkezdése, felét megépítése és ennek való gyűjtés, és hihetetlenül fontos lenne számunkra és a közlekedők is kitérők számára. Minden kép jelenlétével ezzel gazdagabb lesz a alapítvány, és fogjuk tudni boldogulni nekem ez szent meggyőződése. Tisztelt miniszter úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, a sikeres működésre jelen a poharakat, jó szórakozást kívánok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, éveszélyek hozzá mindenkinek, jó szórakozást.